Most barátaim, tényleg ez arról szól, hogy együtt legyünk, alkossunk. Ez arról szól, hogy itt együtt közösen egy kicsit eltávozunk ettől az űrzavaros mai világtól. Egy kicsit azokat a rezgéseket, amik ugye bennünk gátolják a tisztaságot, azt most valahogy letesszük, oldalra tesszük. Ez arról szól, hogy fejet hajtunk a Teremtősten és a kozmikus világ, illetve az univerzum, illetve a világegyetem, mondjuk magyarul, csodái előtt, és a tavaszi harmónia, amikor valóban a világegyetem és a Föld rezgései összerezegnek, ez ugye az a pillanat, amikor azt a tisztaságot, amit mindenki óhajt, azt egy tűzön keresztül küldjük fel a Teremtőnek, akitől kaptuk. Tehát ez egy főhajtás, ez egy olyan kegyelmi pillanat, amit mindenki megtehet magában. Azt gondolom, hogy ilyenkor mindazt, amit el akarsz engedni, mindazt, amit nem akarsz továbbvinni, mindazt, amit változtatni akarsz, mert úgy érzed, hogy valami nem jó abba az irányba, azt most a tűzzel rendezd el, tedd bele gondolatba, hagyd neki, hogy azt elégesse, ami nem jó, ami nem jött össze. Hagyd neki, hagyd dolgozzon, hiszen a Teremtő ereje dolgozik benne. Mindazt, amit úgy akarod, hogy másképp vigyél tovább, azt szintén azokba a gyönyörű szép szikrákba, amik fölfelé mennek, tedd bele, fektesd rá gondolatban, tedd oda és küldd föl a Teremtő felé, és ne kérdezd majd, ne akard majd követelni, hogy mikor valósul meg, mikor olyan ötöst akartam a lottón, hogy abba hiba. Nem így működik. Engedd el, küldd fel, egyszerű dolgokat kérjél, és lásd egyszer csak valahogy, mint ahogy a Reményik Sándor írja a Kegyelem című versében, egyszer csak úgy magától valami rendben. Egyszer csak úgy magától. Mi ez a magától? Na ez a Teremtői figyelem. Amikor te lettél rá alkalmas és megértél, akkor kapsz egy segítséget. És ez hihetetlen, ha figyelsz rá, ha nyitva vagy, akkor ezt meglátod, megérzed. Köszönjük szépen a Teremtőnek a figyelmet, köszönjük, hogy itt van velünk, hívjuk őket, legyen itt mindaddig, amíg ráér. Köszönjük a helyszellemének, hogy itt lehetünk és körülállhatjuk ezt a tüzet, megszólalhatnak a dobok. És hát itt van minden, aminek itt kell lenni. A Föld a Dunapartról a kagylókkal hoztam éppen, ma szedtem. Itt a víz a Mária forrásból hoztam, épp a Vörzsönyből jöttünk, ugye, ami itt van. És hát tulajdonképpen itt van a tűz és hát a levegő. Érthető, levegő körülvesz minket. És akkor most Csabát megkérjük, hogy gyújtsa be ezt a kis tüzet, és amíg a füst lángá változik, amíg ez a kis idő eltelik, addig csendesedjetek el, addig próbáljátok meg kizárni minden olyat, ami valóban zavarna ebben a dologban, hogy meghalljuk az üzeneteket. Nagyon fontos dolog. Nagyon fontos, hogy együtt legyünk. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy számíthatunk egymásra, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a Teremtő Istenre mindig számíthatunk. Szoktuk mondani, minden egy, minden egység. Valóban ennek a törvénye szerint mi is ugyanúgy egyek vagyunk a körülöttünk lévő világgal, és hisszük azt, hogy ez az egység fogja tovább vinni a földi létünket, ez az egység fogja tovább vinni a magyarságunkat, a magyar népünket. Innen jön a levegő. Nagyon köszönöm, de meglátod, hogy arra megy a figyeljétek a lángot. És csendesedjetek el. Segítünk a dobokkal az elcsendesedésben. Megpróbáljuk a szív hangját pár percig idehozni együtt.
egyelőre kapott a tűz és az ég felé tart, úgy köti össze a csodálatos napunkat földi léptel. És úgy, amit mondtunk, úgy helyezzétek el a gondolataitokat a tűzbe, illetve a fölfelé menő szikrákba, hadd menjenek föl a Teremtőhöz. Mi a dobok segítségével kérjük az útmutatást, a Mutasd az utat dobom című kis dallal. Aki tudja, bekapcsolódhat, többször ismételjük a trófákat, meg is lehet tanulni. Mutasd az utat, dobom, hey, hey! A gancsos patár, hátas állatom, mutasd az utat, dobom, hey, hey! A gancsos patár, hátas állatom, hír jörvénylő nébele, oda, hol dobom, föld anyám szíve, hír, hívja a fényesség felé, mutasd az utat, dobom! A gancsos patás, hátas állatom, mutasd az utat, dobom! Hey, hey! A gancsos patás, hátas állatom, hív örvénylő mélybele, oda, hol dobom, föld anyám szíve, hív, hívja a fényesség felé, mutasd az utat, dobom! A gancsos patás, hátas állatom, mutasd az utat, dobom! A gancsos patás, hátas állatom, hív, hív, örvénylő mélybele, oda, hol dobok, föld anyám szíve, hív, hívja a fényes ég felé, a dob rezgése az valóban mindig segít. Segít abban, hogy elcsendesedjünk, segít abban, hogy jó döntéseket hozzunk, jó válasszuk ki az utunkat, mindenképpen fontos dolog. Az elemekről beszéltem, itt vannak, köztünk vannak, egy kis dallal, ha ismerős valaki, akkor énekli velem. Megszólítjuk őket, sokat köszönhetünk nekik. Nekik kell, hogy a mindennapjainkban is gondoljuk rájuk, amikor élünk a mindennapi életünket, csak egyszerű dolgokkal is, ugye, hogy az elemeket tiszteljük, tiszteljük az erdőt, a vizet, a levegőt, a földet, ezek fontos dolgok, és hát tiszteljük azt, ami tovább visz minket, ugye, az emberi kapcsolatokat, a szerelmet, és hát a jövő nemzedéket. Meg engem, tűz, meg engem, tűz, meg engem, seje lehaj. Víz, mosdasd meg lelkem, víz, mosdasd meg lelkem, víz, mosdasd meg lelkem, seje lehaj. Szél fúj át rajtam, szél fújját rajtam, seje lehaj.
Fogadj be engem, Föld, fogadj be engem, Föld, fogadj be engem, Csehely. Szerelem, légy enyém, szerelem, légy enyém, szerelem, légy enyém, én a tiéd vagyok. Úgy legyen, és úgy is van. Nagyon fontos az, hogy a harmóniában érezzük meg, hogy egyek vagyunk, minden egy. Képesek vagyunk egyé válni mi is a teremtett világgal, fűvel, fával, vízzel, levegővel. Ott a lelkünkben éljen ez, hogy ezt a pillanatot, ezt a tisztaságot meg akarjuk élni. Figyeljünk oda a mindennapjainkban, és sikerülni fog. És ezt mondja a dal is. Egyé válok. Egyé válok az erdő mélyén, hangtalanul járok. Egyé válok a patak partján, elmerülve állok. Egyé válok az áldó napban, kitárom a szívem. Egyé válok, ha mit épp cselekszem, arra figyelek. Egyé válok, ha szerelembe beléolvadok. Egyé válok, ha Isten szavának útat engedek. Egyé válok, ha az erdő mélyén hangtalanul. Egyé válok, ha mit épp cselekszem, arra figyelek. Egyé válok, ha szerelembe beléolvadok. Egyé válok, ha Isten szavának útat engedek. Gyönyörű, szép érzés, amikor ez sikerül, és jelezni fog neked, jelezni fog a szíved, a lelked, hogy most igen, most azon a rezgésen vagy, azon az energiaszinten vagy, ahol minden egy, ahol az egység, mint teremtői törvény megvalósul. És hogy mindez az üzenet, a tavasz üzenete, az élet üzenete, a remény, a jövő üzenete, a végtelen élet, amiről beszéltem benne, hogy a díszítéseinkben is ott van. Mindez egy csendes kis, szerintem mindenki által ismert népdalunkban is benne van. Ezzel zárjuk be ezt a szert. Énekeljük el ezt a kis tavaszhívó, tavaszi dalunkat. Jó? Együtt közösen. Fogadj benni, általános iskolai tananya. Tavaszi szél ízet áraszt, virágom, virágom. Yeah.
köszönjük szépen, időkorlátok vannak. Csabika alakort nem osztottunk, itt van. Arra kérnélek benneteket, hogy hoztunk egy magot ugye, a mag az nagyon fontos, ahogy tőlem okosabb, csiszoltabb elmék mondják, a magnépe vagyunk, és mindenképpen fontos, mert abban ott van az élet. Tudjuk az egyiptomi piramisok feltárásából, hogy évezredek után is képes a mag, a megfelelő termőtalajra érkezik, kicsirázni és újra éledni. Hát ilyet a legjobb technokrata mérnök sem tud tervezni, tehát hagyjuk meg ezt a dicsőséget a nagy tervezőnek, a Teremtő Istennek, és hoztunk ide alakort, olyan ősbúzát Csabinak a segítségével, amiből mindenkinek szívesen adunk néhány szemet. Tegyük azt meg, hogyha valóban sikerült a tűzzel, sikerült a szikrákkal a tűzben elégetni minden olyat, amit el akartunk, a szikrákkal fölküldeni minden olyat, amit szeretnénk, akkor ebből a Csabi által hozott alakorból egy-egy szemet a hamvadó tűzbe helyezzetek el, többit vigyétek haza, és egy kis virágcserékbe, még a 10. emeleten is bele lehet tenni, és nézzétek meg, gyönyörködjetek rajta, hogy hogyan fog ő majd előjönni, ugye nem kell túl locsolni, csak normálisan, szépen, csendesen, és ha szeretettel mentek mindig oda hozzá, és megsimogatjátok lélekben majd kézzel kicsi kihajtásokat, kicsi zöld leveleket, akkor egyszer csak alakor fog nőni, ősbúza fog nőni, a 10. emeleti párkányon ugyanúgy, mint otthon, és aztán ki lehet tenni a kiskertbe, hát a 10. emeleten nem sok kiskert van, de hát otthon szépen, akinek van, az kiteszi. Nyilván ez egy jelképes dolog, és nyilván kívánom, hogy minél több embernek legyen kapcsolata így a természettel, legyen kiskertje. Ha az a világ, ami felé tartunk, összeomlik, akkor a barátodnak, a testvérednek, a családodnak a kiskertjébe mindig helyed lesz, azt gondolom, mert az a jóisten kertje. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy itt lehettem veletek, köszönöm, hogy itt voltatok, és Isten áldja meg a magyart. Áldás, áldás, áldás.